estét kívánok, hölgyeim és uraim! Újra itt a Szerencsekerék. A játék, ahol minden jóra fordul. A stúdióban Klausmann Viktor és bájos segítője Rácz Zsuzsi. Jó estét kívánok! Szép estét mindenkinek! Mit találtál, Viktor? Ilyen szép nagy ajándékot hoztál nekem? Azt hiszem, hogy át akarod adni, hogy ez a tiéd. Melyiket? Még mindig maradt. A legnagyobbat, a legnagyobbat. Találtunk még mindig a karácsonyfa alatt. Hölgyeim és uraim, tele vagyunk még mindig ajándékkal és három zseniális játékossal, akivel már, vagy akikkel már így utólag fogunk beszélgetni a beigli készítés gyönyörűségeiről, de talán emlékeznek a tegnapi estére. Árpa Attila és három gyönyörű magyar férfi ember, összesen 67 ezer forintot gyűjtött az adományozásra. Árpa Attila gáláns úriemberként a saját gázsiát is felajánlotta, de mi azt gondoljuk, én azt mondtam neki, hogy figyelj, mi megmutatjuk nektek, hogy most hogyan kell 200 fölé menni, tehát hogy legyen, jusson, maradjon, és akkor marad a gázsi is, a gyereknek még lehet december 30-án is venni egy bármi ajándékot, mert mégis csak így szép a történet. Úgyhogy Zsuzsi, én azt gondolom, hogy először is a mi saját ajándékkupacunkat nézzük meg, aztán pedig következik az a három játékos, akinek most már hatalmas felelősség van a nyakába. Na akkor először a mi ajándékaink. A nyertes az összeget Raiffeisen bankkártyán veheti át. Nyerje meg a Libri ajándékkártyáját a Libri könyvkereskedelmi Kft. Felajánlásában. Nyerjen egy biotechnológiai kozmetikai csomagot a Fitofontana Cosmeceuticals-tól. A Glamour Beauty felajánlásában szépségápolási termékeket vihet haza. Töltsön el partnerével két éjszakát Bükkfürdőn, a Hotel Karamelben, teljes panziós ellátással. És ráadásként vigyen haza egy Yamaha házi mozirendszert a West Product Kft. Jóvoltából. Nos, akkor jöjjenek mai vendégeink. Elsőként a legifjabb generáció egyik legtehetségesebb séfja a családban. Meglátják, tehetséges a fiatalember. Reméljük, hogy nagyon jól dolgozik majd itt a keréknél is. Stiller Tamás! Nem titkoltan a legifjabb korosztálynak szeretnénk személyével kedvezni egy kicsit. Következő vendégünk azonban már az érettebb korosztálynak is ismert, sőt, az ember, aki egyrészt a keveréséről, másrészt a bajuszáról lett híres. Lajz Bandi! És következzék a két úr közé egy olyan hölgy, akivel egy főzős műsorban egy éjszaka alatt a kosztjától sikerült 3,5 kilót híznom, azóta sem ment le, Árpa Attila szerint. Bangó Margit! Elmegyek én a faluba, elsétálok a köves útra, elsétálok a köves útra, utána. Nagyon szépek, nagyon okosak, nagyon kedvesek, nagyon jó a hangjuk, úgyhogy indult ez az első játék. Köszönjük szépen, ezt bevezetjük a későbbiekre is, tetszik igen, nekem az eszköz. Ez jó ízda, volt, szabad ízda az Isten dicsérni, így szoktunk csengetnek. Igen? Igen. Ó, igen, igen, igen. Karácsonykor. Ahogy van. Első játékon következik, drága barátaim, az pedig egy úgynevezett választó kérdés. A gombokra tegyétek az ujjaitokat. Itt most egy sort, egy betű sort mutatunk. Szépen elkezdenek jönni egyenként a mással hangzók. Aki már tud valamit a megfejtésről, megnyomja a gombját, és megfejti. Ha nem sikerült, a többiek maradhatnak még játékban. Oké, és kezdjük akkor. Ez egy csemege. 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 Bandi. Csokis. De figyelj, ha ez így megy tovább, akkor tudod, tegnap volt egy olyan játék, amiben nagyon beégtek. Tehát ehhez képest a vidámság látom lesz, de nem erre gondoltunk. Jó, te tudod mit? Most egy picit maradjon. Nézegesd a kereket, a közönséget. Na, megyünk tovább. Figyelj, egy csemege. Kidob, most kitettünk a cuszból. Csemege. Figyeljetek. Assault. Mi? Ott a második sor is, ott van a második rész. Na, mondjuk. Szilva. Én leszek a jó. Mi lehetne? Assault Szilva? Kitalálta magát? Abszolút! É, gyerekek, nem vicc? Fiú, nagyon figyeljetek. Végetek lesz ma. Végetek lesz. Na jó, köszönöm szépen.
És akkor ezzel a gyors félmondattal még egy félmondat. Drága, kedves Bangó Margit, a világ legjobb húslevesének készítője. Nagyon szépen köszönöm. Egy nagyon gyors mondatod van, amivel most hirtelen elmondhatod, hogy már a jövő évet így december 26-tól hol kezdett, hol dolgozol, mit csinálsz, hol láthatnak a rajongóid, aztán megyünk is, és meglátjuk, hogy Lajos Bandit hol láthatják a rajongói. Nagyon gyorsban akkor elmondom. Nagyon boldog vagyok és büszke, mert ugye megjelent a negyedik szakácskönyvem. És a lényeg... Van mit tanulni, fiúk. Olvasgassuk. És a lényeg, hogy én, aki nem vagyok szakács, csak egy énekes, március 3-án Párizsban nemzetközi szakácskönyv megmérettetése mind a három könyvem első díjat nyert. Őrület, erről nem is tudtam. Na. És én úgy döntöttem, hogy nyitok egy Bangó Margit konyhát. Hoppá! És ebben a pillanatban Boda Gita barátunknak, Lajos Bandinak át is dobnánk a szót. Neki van konyhája, meg mindenféle sékere, stb. Te mit csinálsz így, amikor éppen ráérsz? Iszok valamit mindig. Tehát az, úgy vagyok vele, hogy ital nélkül nem lehet. Na, igen. Igen erre, józanságra nagy benned az úrat. Azért érdemes inni Bandikán, az legalább látszik rajtad. Tehát majd nincs ezzel. Köszönöm. Stiller Tamásról tudjunk talán egyelőre a legkevesebbet. Stiller úrfi, mivel foglalkozol? Saját honlapomat igazgatom, tehát a olvasóimat szoktam mindig elkápráztatni, havonta, hetente mindig valami új recepttel, és aztán hát nyilván karácsonykor én is izgatottan várom a kérdéseket, hogy ki mit kérdez, hogy mi kerüljön a családi asztalra, és hát igyekszem segíteni. Na hát akkor most tessenek ebben a pillanatban géphez ülni, van még körülbelül 4 órájuk, hogy megkérdezzék Stiller urat, nem sokára hazaér. Köszönöm szépen, kezdjük akkor a játékot. Az első feladványunk következik, A keréken a legnagyobb összeg az 50 ezres, persze, mindig elfelejtem mondani, de nem is annyira, és van nekünk egy külön díjunk is. Nyerje meg a Libri ajándékkártyáját a Libri Könyvkereskedelmi Kft. Felajánlásában. És akkor folytassuk az édességekkel, bár így karácsony másnapján az ember azért azt gondolom kissé eltelítődik vele, de könnyebb a megfejtés. Ime tehát első feladványunk egy édesség. Hol is tartottunk? Drága Margit, te kezded. Nem csak meg kell forgatni a kereket, és jöhet a mással hangzó. Hadd menjen. Ő tökéletes. Nem egyszerű, tudom, meg nem könnyű. Kérlek, ne a kereket nézd soha, hanem egy jó mással hangzó próbálj kitalálni, majd mondom, hol tartunk. 40 000! Nem, mint Márton tehát, vagy Mária, vagy bármi más. Buktuk a 40 000-et. Ez most nem jött jól. András, te jössz, tudod, légy szíves, tedd meg azt nekem, hogy tudod, ahogy ezt szoktuk már 18 év, lassan 19 esztendeje. Elindul a kerék, egy jó nagy összegen áll meg reményeink szerint, ami éppenséggel a 6 000-es lesz, és te pedig egy mással hangzót mondasz, kedves András. Bandibárka, Zebulon. Zé. Jó az neked? Zé. Ügyes vagy. Addig folytatod a játékot, amíg jó mással hangzót mondasz. Már 6000 forintot gyűjtöttél. Ne feledjük, a tegnapi 67 000 forintot kell túlszárnyalnunk. Le kell az előző. Sokszorosával. Abszolút, abszolút. Mindenkinek jó lesz. Jó, bravo. Hát kérem szépen. Jó. Bangó Margit karrierje egy tehetségkutató versennyel indult. Melyikkel? A. Ki mit tud? B. Magyar Rádió tehetségkutató. C. Táncdalfesztivál. Figyelj, de a Magyar Rádió tehetségkutató versenye, de ez nem igaz, mert az X-faktorban annyira fiatal, de komolyan... X-faktorra gond? De direkt, most ez mindegy, ne? Bocsánat. Jó választottál rá, persze, jól van, örülünk neki. Bandi bácsinak gratulálunk, és megmutatjuk a külön díjat, hát, ha még meg is nézi. Az öné egy ajándékkártya a Libri Könyvkereskedelmi Kft. Felajánlásában. Na hát ehhez gratulálok, mindent tudsz. Úgyhogy jöhet a folytatás, tessék, forgass, kérlek. Tekergéljem. Ezt még nem használták a kerékre, de így a tekergélyed elmegy. Tekergélés van, így van. Na. Megint egy 6-os betű, jó mással hangzó. Jöhet a jó mással hangzó. S, mint Sándor. Mint Sándor. Nagyon ügyes vagy, mehet tovább.
Ez egy édesség. Ez egy édesség, ne feledjétek, koncentráltok. Ebből barátunk nem lehet megtanulni. Édesség? Forgass már meg, légy szíves, azt a kereket tekergéjé. Nem húsvétit tettünk szándékosan ide, de még belepakoltunk egy kis, nem tudom, Szent Ivániét is. Na, csak-csak szépen föllebb jön. 9000-es. Betű, soha nem végzünk, ha nem mondasz mással hangzót. Mondjak egy mással hangzót, most az következik. Pont azt szeretném kérni tőled, ha mondanál egy mással hangzót. C. C, mint Cecil. Nagyon trak, nagyon ügyes, mehetünk. Tehát egy édesség. Ne. Magánhangzót szeretnél venni, vagy a Zsuzsinak szeretnél valamit mondani? A Zsuzsinak mondani, nem lehet ennyi ember. Nem, így van, erre gondoltam, tehát tekerjél, légy szíves, jó, mert ez nekünk nem biztos, hogy jó lesz. Majd utána megbeszéltek, itt van a telefonszáma, ismerem, tudom, semmi baj nem lesz vele. Hatezres, betű. Nagyon nehéz a feladat. Mondj egy betűt, könyörögve, kérlek, majd akkor lesz nehéz, ha meg kell fejteni, és nem fogsz tudni semmit, pedig kell lesz betűvel. K. K. Katalin. Jó. Mehet tovább. Tekergéljed, légy szíves, tekergéljed reggeli a saját most. Terminus technikusait szerint reggeli. Hu-hu. Hát ezt most 18 karikát kitettük, visszavettük, rendben vagyunk. 27 ezer forint. Ne bukd el, kérlek szépen, de mondjál, légy szíves, jó mással hangzó. 25 ezer. Jó betűt mondj. V. Ezt remélem nem miattam mondtad. Megnyugodtam. Nem miattad akartam pedig. Köszi. Stiller úr. Már nézzük. Stiller urat nagyon szisztematikus embernek ismertem meg a honlapja alapján is, tehát szerény véleményem szerint pontosan tudja, mit és hogy kell csinálni. 7000-ért mondja a mással hangzót. Jöhet. T, mint Tímea. T, mint Tímea. Ezt kellett volna az előbb mondanod. Látod, hol tartanánk? De nem akartam, ugye? Mert Tamás. De milyen jó fej, és nem azt mondta, hogy Tamás, azt mondta, hogy Tímea. Ugye? Hetes, jöhet. N, mint Nándor. N, mint Nándor. És ezt is lehetett volna mondani például Bandi bátyja, látod? De hát mindegy, most ez ilyen. Gyerünk, Tamás, gyerünk. 35 ezer. Még egy jó összeg. Kilencezres. Egy édesség. Tudod már, Bandi tudja, nézd már, kész, vágja, ott van. Látod, ilyen egyszerű ez a játék. D, mint Dániel. És Stiller úr is tudja. Igen. Miután viszont, nagyon köszönöm. El sem gondolkodunk azon, hogy játszunk-e tovább. Csőd, csak nem lesz, valahogy túléljük. Odafigyelj, ott jön a 25 ezres, odanéz. Egy mozdulattal Árpa Attiláig tegnapi játékát így hús, túlszárnyaljuk az első körben. És akkor egy R, mint Robert. R, mint Robert. Egyszer, kétszer. Gyönyörű. Biztos? Oh. Nagyon bátor fiatal emberről van szó, ez tisztán látszik. Figyelj, egy Jokert kapsz, és most nem tekerhetsz csődre. Joker az azt jelenti, hogy ha baj volna, az segít, majd mindig mondom, milyen bajban milyen segítséget ad. Ha megint a 25-ösre megy, akkor megőrülök. A fickónak mákja van, a beigliben legalábbis. Csináltál mákos beiglit? Csináltál biztos. Na mindegy. Jó mással hangzott, könyörögve kérlek. Szépen. H, mint Hugo. Köszönöm szépen. Ne kísértsük a sorsot tovább, jó? Ne kísértsük a sorsot. 119 ezer. Kétszer annyi vagyunk most jelen pillanatban, mint Attiláék tegnap. Nem forgat, megfejti, nem engedem. Szépen lassan fogom igen, mondani. Szépen lassan, érthetően. Kandírozott narancs héj. Ez szó szerint erre gondoltunk. Ez tényleg szépen mondtam. Ugye? Első osztály. A számat nézzétek, mondom. Kandírozott narancs héj. Szuper. Stiller Tamásnak gratulálunk. Íme az összeg ilyen formában jár neki. A
nyertes az összeget Raiffeisen bankkártyán veheti át. Illetve ez esetben nem Stiller úré lesz a bezsebelt összeg, az ajándékok csupán, hanem ezt most december 31-én valahol felállítunk egy jó nagy kondért, és Árpa Attila azt ígérte, hogy esetleg a ti bevonásotokkal is főzünk egy jó nagyot, és ott jó kiosztjuk. Ez most a részletek még itt bogozódnak, de már nem sokára kész leszünk vele. Na tehát erre megy az az összeg. 119 ezer, Árpa Attilának nem kell felajánlani a gázsiát. Behoztuk neki, ezt majd én eljátszom és elrendezem vele. Köszönöm, jöhet a második játék. Második játékunkat kezdjük itt három sztár vendégünkkel, Bangó Margittal, Lajz Bandival és Tiller Tamással. És rögvest az első választó kérdés, hogy az első körben is újjak a gombokon, és én azt mondom, hogy egy fogalom a megfejtendő, a fogalom, figyeljetek, egy fogalom. Zsuzska? Mert? Hajrá! Nem baj, ti kaptatok többet gyorsabban. Mi ez a fogalom? Figyelem, jönnek a betűk majd szépen. Egy fogalom. Hagyomány. Hagyomány, mondja Stiller Tamás csendben, és mi pedig azt mondjuk, hogy igen. Kicsit ijedtem. Ugye? Nem egyszerűek, de lehet némi kapcsolódás a következő feladványunkkal is. Előtte azonban mutatjuk a keréken, 75 ezerre növeltük a legnagyobb összeget, és van külön díjunk ebben a körben. Nyerjen egy biotechnológiai kozmetikai csomagot a Fitofontana Cosmeceuticals-tól. Ez minden tud. Mondta, figyeljetek minden oda. Séf a családban, ott van állandóan a gép előtt, néz mindent, elképesztő. Még az a szerencs, hogy a közös konyhába megy most aludni. Így van, így igaz, de az a jó. Játszik még itt mindenki. Nyugalom. Egy ételt kell kitalálnunk. Voilà. Nehéz lesz. Stiller úr, akkor annak rendje is módja szerint. Már megvannak a drukkereid, saját táborod van, Tamás, ez érdekes. Nagyon szép lassan. Igen, ez közeledik. Jó, első mással hangzom. Kicsivel. Maradjunk a szisztémánál. A szisztéma, igen. T, mint tímea. Ez szerintem egy elég fontos... De milyen jó szisztéma egyelőre! Nem kérdezek rá témintéme a kilétére, maradjon ez titok. Jó? Vannak főleg a rajongók előtt. Vannak sejtéseim, igen. Jó, rendben. Megvan szerintem. Hát hiszen pont azt a mással hangzót mondtam, ami az egyik legfontosabb. Egyébként meg 12 ezer. Stiller Tamás. El, mint László. Ügyes fiú. Figyeljük, Margitka és András arra készültek ma, hogy eljönnek ide a szerencsekerekbe és játszanak, de hát ahogy te érzed és te látod, viszont ez kihagyhatatlan! 40 ezer, kihagyhatatlan! K, mint Károly jut hirtelen véletlenül eszedbe, és milyen jól tetted! Rám fogják fogni, hogy bűvölöm a kereket. Figyelj, te csak azt hiszed, hogy te bűvölöd. Te csinálsz minden ilyen izéket, és a Margit szemeit nézd. Figyelj, csak akkor mondom. Most nagyon jót kell mondani. Jó? Na, gyerünk. M, mint Mihály. Hát ez nem olyan jó. Hát akkor hát folytassuk. Akkor... De figyelj, 94 ezer forint, azért ez így... Na mindegy, jó fej vagy, tegyük hozzá. Egy tízesért, jöhet. Halljuk a betűt. P, mint Péter. Tökéletes. Menjünk tovább. Ugye ez az az étel, amit most megfejteni szeretnénk erősen, de ott van a 7000-es, drága szívem, ott előtted a sárgába világ, ennyire sikerültünk most, ennyire futottál, jó lesz ez így is. Es, mint Sándor. Persze. Úgy van. És még van benne, tökéletes. Így igaz. 17 000
már. 7000-es. 7000, jöhet. Csak most ilyen. Már sokkal jobban vagyunk, mint Árpa Attiláék tegnap, tehát sokkal. Más, harmadik sor. Es. Zémin Zoltán. Úgy van az es mellett. Mi van? Tökéletes. És nem nézzük a kereket ebből okulva, hanem nézzük a táblát. Nézzük a táblát, szívem. Csak a táblát is. Mi az a betű? 5000 ér. Van egy nagyon íres ismerősöm, csinált egy szakácskönyvet. Ez is benne van. Na, felső sorban mi van benned? Milyen lehet az, ami 5, 4, 3, 2, 1. Töltött káposzta? Nem megfejtést kértünk, egy más halangzót, drága szívem, egy más halangzót, melyik lesz az, és most a Lajz Bandi jön. Bandi bátya, tessék, tekerj egyet. Tekerjen, mi? Tekerjed, igen, igen, és közben vigyázó szemeidet azért vesd a táblára, gyerünk. Ezzel már mindannyian tisztában vagyunk szerintem, amit kimondott a Margitka. A kérdés az, hogy miféle ez az étel amúgy? 25. Mással hangzó, Bandi bátya. R, mint Rajz. Rajz. András. Mi? Pörgentyűzzél, és mondd a két lehetséges mássalangzóból még az egyiket gyorsan. 7000 ér. Mi van a legfőső sorban? Dénes. D, mint Dénes. Némi segítséggel, nem hallottam. Némi segítséggel, igen. Megfejtjük-e? Vagy még játszunk-e egyet? Mert van még egy mássalhangzó van. De figyelj, Bandi! Várjad, én tudom, nyugi. Akkor mondd ki a száddal. Kérlek, várjatok már egy picit, mert most nagyon koncentráljunk. Na, el akarja énekelni. Kell nem kell még. Most már megfejtheted anélkül is, mert 32... De most de akkor megfejtsem, vagy mit csinálják? Tekerjél, azt szereted. Jó, hajtsd meg, hadd szóljon, úgy. Nyugodjatok meg, most a izé van, érted? Most koncentrálás van. Lajz Bandi koncentrál.